Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a Családi Játékötletek Inspileckén. Most látom is a képernyőn egyből, hogyha itt vagytok velem, úgyhogy jelezzétek, hogy sziasztok, megérkeztetek. Három izgalmas játékötletet hoztam a mai Inspileckébe, de nagyon örülnék, hogyha kiegészítenétek ti is a saját verziótokkal, vagy hogyha erről eszetekbe jut valami, akkor azzal. Úgyhogy nyugodtan köszönjetek először is nekem, hogy szia, szia Anita, itt vagyok, Juli vagyok, Viki vagyok, várlak titeket, Lili, Réka, hát az oszlopos tagokat, és hogyha van majd az én ötletemre kiegészítésetek, vagy ebből eszetekbe jut valami, akkor osszátok meg velem. Hát én már itt állok, itt várok az élményfestésre egyébként, ami hamarosan kezdődik. Most egy kicsit új helyszínt kapott, ugyanis átrendeztük az élménystúdiót, az Inspirációk élménystúdiót azért, hogy majd ilyen 360 fokos virtuális bejárást is tudjatok tenni. Ennek a fotózása meg volt pénteken, és akkor így többet, a rendrakás mellett többet gondolkoztunk, hogy akkor még hogyan lehetne jól csinosítani, és ugye az élményfestésből már volt 5 kép, ma lesz a 6. alkalom majd 11:30-kor, és annak is találtunk egy nagyon jó kis sarkot. Na, itt van, látom Anna, Dorina, és igen, itt vagytok, úgyhogy többen is itt vagytok. Úgyhogy itt ülök, és mindjárt kezdődik az élményfestés, de előtte 3 játékötletet hoztam, mert hogy ezt mindig hozok, úgyhogy bele is vágok. Az első játékötlet, amit a hétvégén akár ki is lehet próbálni, ez akár a lakásban élőknek, akár a kertesházzal rendelkezőknek is nagyon jó kis ötlet, mind a kettő más-más variációban tudja elkészíteni. Papírtányérok kellenek hozzá, illetve valamilyen üdítős flakon, vagy ha nehezebbet szeretnétek, ha nehezebbé szeretnétek tenni a játékot, akkor egy mosószeres flakon, egy öblítős flakon. Ezek lehetnek egyébként még teli flakonok, vagy ha nem, akkor ha már kiürültek, akkor újrahasznosításképp használhatjátok őket, de ez esetben töltsétek meg vízzel. A papírtányéroknak a belsejét vágjátok ki, és csak a körgyűrűjét hagyjátok meg, és ez lesz maga a kis célzó karika. Ezzel kell rátalálni az üdítős flakonra, vagy a mosószeres flakonra. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű játék, és nagyon könnyen elkészíthető, viszont egy jó félórás-órás szórakozás szerintem simán kijön. Nyilván a családi szabályokat találjátok ki hozzá, hogy hány kör van egy körben, hány karikát dob mindenki, és vezessétek a ponttáblázatot, hogy ki nyer, ugye a végén kitalál el több kis üveget majd ezekkel a papírkarikákkal. Látom, hogy Máté és Márk is itt van, sőt, Szávi is megérkezett. Sziasztok! Igen, Dorina már várja az élményfestést, én is már nagyon várom, de előtte megosztom ezt a kis 3 játék ötletet, amiből ez a kis célba dobás lett volna az első. Nyilván, hogyha kertetek van, akkor lehet messzebbre, több célállomást felállítani, ha pedig lakásban játszatok ezt, akkor inkább érdemes egyre koncentrálni. Ha esetleg nincsen papírtányérotok, akkor akár, ahogy szoktuk, egy tányér körberajzolásával, kartonpapírokból is meg lehet rajzolni, és ki lehet vágni ezeket a köröket. Kicsit jobban repülnek a papírtányérok, de a papírból is elsajátítható, kivágható, kialakítható, úgyhogy próbáljátok ki. A második családi játék ötlet az egy ilyen kis házi golf verseny. Ehhez szükségetek lesz egy cipős dobozra. Ennek az elejébe 3 lukat vágjatok, hogy így egy labdát be lehessen ütni. Akár csak a cipős doboz alját használjátok, mondjuk fejjel lefelé fordítva, és akkor úgy ugye szépen be tud gurulni majd a kis kapukba a laszti, akár az egészet is használjátok, akkor egy kis nehezítés lesz, mert ugye kis patka lesz, de hogyha kivágjátok ezeket a kapukat, írjátok fölé, hogy melyik kapu hány pontot ér, akár persze ki is dekorálhatjátok a cipős doboz, sőt, az nagyon-nagyon szuper, hogyha kidekoráljátok, és végül készítsetek labdákat. Ha van pingponglabda, akkor azt is lehet használni, ha nincsen, akkor én alufóliából gyúrnék lasztikat, különböző méretűeket is akár, és akkor a felnőtteknek egy kicsit nehezebbet lehet adni, nagyobb méretű labdákat, a gyerekeknek meg könnyebbet, és így egy picit az életkori egyenletlenségeket ki lehet egyensúlyozni. Mindenki kap 3-3 labdát, vagy akár nyilván ugyanezzel a 3-mal is próbálhatjátok, vagy játszhatjátok, és
Az pedig már ugye kérdés, és megint egyéni eldöntendő, hogy milyen messziről fogtok ezekbe a kis alagutakba, kapukba becélozni, betalálni. Ez teljesen helyszínfüggő, ezt is lehet kertben, lakásban, akár asztalon, földön játszani. Ezeket a szabályokat már ti hozzátok meg. Sőt, hogyha szeretnétek még nehezíteni, hú, Szávi, nagyon-nagyon sok kis jó ötletnek találod ezt a kis játékötletet, sok kis igen, lájkot küldesz, nekem nagyon örülök neki. Szóval, hogyha szeretnétek még nehezíteni ezt az ötletet, akkor akár egy kis, mintha golfozás lenne tényleg, valami kis eszközzel is létrehozhatjátok ezt a játékot, tehát mondjuk egy kanál segítségével kell beütni majd az alagútba, a cipős doboz alagútba, vagy kapukba a lasztikat. Ez volt a második játékötlet. A harmadik játékötlet egy picit bonyolultabb. Régen volt egy olyan játékom, hogy nem is tudom, valami olyasmi volt a címe, hogy őrült majmok, vagy valami ilyesmi. Az volt a lényege, hogy volt egy henger, és keresztül kellett rajta minden irányból szurkálni, különböző magasságokban pálcákat. És ezeket a majmokat bedobtuk a tetejére, és a pálcákon keresztül, ugye először olyan nagyon sűrűn voltak, és nem estek le. És aztán, ahogy mindig minden játékos egy pálcát kellett, hogy kihúzzon, és ahogy kihúztuk, ugye leestek ezek a majmok, és igazából az volt a cél, hogy minél kevesebb majom essen le. És ezt lehet elkészíteni egy házi verzióban. Hogyha lakásban vagytok, akkor nyilván egy kisebb méretben kell gondolkozni, és itt vagy egy papírhengert elkészítetek, tehát egy viszonylag stabilabb anyagból, akár egy chipses hengerek vannak, amik ilyen szélesebbek, tehát hogy nem jó az sima kéztörlős papírhenger, hanem valamilyen szélesebb. Úgyhogy például egy chipses dobozt lehet használni, vagy elkészíthetitek házilag is egy keményebb kartonpapírt, fölhengereltek és lerögzítitek a szélét. Utána ezekbe természetesen lyukakat kell döfni, tehát vagy egy kis óló, vagy egy valamilyen szög segítségével kialakítjátok a lyukakat. Ebbe lehet a szívószálakat ugye beletenni keresztül, kasul különböző magasságokba, és akkor nincs más hátra, mint a majmok helyett találni valamit. Én arra gondoltam, hogy például egyesével becsomagolt cukorkák nagyon jók lennének, nem tudom, hogy még esetleg nektek mi jut eszetekbe, esetleg rágó, és akkor ami leesik, az pont, ugye akkor az nem azé, akié, mert akkor mindenki azért versenyezne, hogy minél több essen le. De akár itt is lehet kis alufólia galacsinokat csinálni, vagy papírgalacsinokat, és akkor ezeket elhelyezni a tetejére. És ahogy húzzátok ki felváltva a szívószálakat, az a cél, hogy minél kevesebb essen le a tetejéről, és az nyer, akinek a legkevesebb esett le. Ez volt a harmadik játékötlet, és ennek persze van egy kerti verziója is, amit egy ilyen kis dróthálló segítségével láttam, hogy már többen elkészítettek, hogy ezt a kis ketrechálót csinálják meg ilyen kis henger alakban. Ugye ebbe vékony faléceket helyeznek minden irányból, és a tetejére meg ezeket a kis műanyag lasztikat, vagy akár vízibombákat, vagy ilyesmiket lehet helyezni. Például kupakokat is lehet, azt írja Dorina, a tetejére helyezni, ez nagyon-nagyon jó ötlet. Szuper, a kupakokat például erre is gyűjteni lehet. Úgyhogy a kerti változat pedig egy picit nagyobb, de a lényeg az ugyanaz. Ez volt a mai három családi játékötlet. Kíváncsi vagyok, hogy melyik volt a kedvencetek. Majd kommentben írjátok meg. A majmok helyett igen írta Dorina a kupakokat. Kíváncsi vagyok, és nem sokára pedig várlak titeket. Tudjátok, nem itt a kreatív pihenőben lesz, hanem az Inspirációk csorban, tehát a Facebook oldalon az élményfestés, és nagyon jó kis programra számíthattok, úgyhogy tartsatok velem akkor is. Örülök, Szávi, hogy nagyon tetszettek ezek a játékok, majd írd meg, hogy melyiket próbáltad ki. Legyen nagyon-nagyon szép kreatív napotok, és találkozunk hamarosan az élményfestésen.